Mint ahogy én már több alkalommal is felhívtam a figyelmet arra, hogy a koronavírus világjárvány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet, recessziót eredményezett az állatvédelmi szervezetek területén is. Így a mostani sajtótájékoztatón kapcsán is erről szeretnék beszélni. Nem csak az állatvédelmi civil szervezetek, nem csak a menhelyek, hanem minden egyes hétköznapi állattartó életében is rendkívül nehéz terheket és kihívásokat eredményezett az a pandémia, amely a jelenleg is a mindennapjainkat megkeseríti. Minden olyan állatvédelemmel foglalkozó szervezet, amely elsősorban a különféle adományokból, a nagylelkű pénzbeli felajánlásokból él, jelentősen megsínlették az elmúlt heteket, az elmúlt hónapokat, hiszen ezek az adományok egyre inkább elapadtak, vagy elaprózódtak. Mindemellett azt is láthatjuk, hogy egy-egy ilyen szervezetnek az életét, vagy egy-egy menhelynek az üzemeltetését továbbá nehezíti az, hogy a vírus, a járvány miatti egészségügyi kihatások miatt egyre kevesebb az önkéntes munka, egyre kevesebben tudnak besegíteni ezeknek a civil szervezeteknek, vagy menhelyeknek a mindennapi életében. Mindez azt eredményezi, hogy ezek a szervezetek és egy-egy hétköznapi állattartó is egyre nehezebb helyzetbe kerül. Én az elmúlt időszakban nagyon sok állatvédelmi szervezettel, civil szervezettel, valamint egyszerű hétköznapi állattartóval egyeztettem, és ők elmondták azt, hogy a jelenlegi helyzetben a legnagyobb kiadásaikat, a mindennapi életükben a legnagyobb terhet igazából azt jelenti, vagy igazából az eredményezi, hogy rendkívül nagy kiadásokat kell, rendkívül nagy összegeket kell fordítaniuk a különböző állatorvosi költségeknek a kifizetésére, vagy az állatgyógyászati eszközöknek a megvásárlására, esetleg egyes állatoknak a kórházi kezelésére. Az ő elmondásuk szerint és az ő álláspontjuk szerint az egy hatalmas segítséget jelenthetne, hogy hasonlóan, mint az élet bármely területén, a kormányzat itt is egy jelentős szerepet vállal ennek a gazdasági helyzetnek a konszolidálásában, és mondjuk áfacsökkentéssel igyekezne ezeknek a szervezeteknek, vagy a hétköznapi állattartóknak ezen költségeit segíteni. Természetesen jó magam és a Mi Hazánk mozgalom is elsődlegesen az emberi élet fontosságát tartja szem előtt. Mi is azt mondjuk, hogy nem csak az állatorvosi kiadásokat és különböző állatgyógyászati eszközöket, gyógyszereknek a áfájának a csökkentését kellene kezdeményezni, hanem ezzel párhuzamosan a magyar államnak és a magyar kormánynak az egészségügyi ellátásban felmerülő orvosi vagy gyógyászati költségeket is csökkentenie kellene, hiszen az ember élet mindennél fontosabb. De én, mint állatvédelmi szakpolitikus, természetesen nem mehetek el szó nélkül emellett a helyzet mellett, így a állatvédelmi szervezeteknek, vagy a hétköznapi állattartó családoknak a kezdeményezéseit, illetve a panaszait meghallgatva tűztem a zászlómra azt, hogy kezdeményezni fogom az országgyűlésben, illetve Varga Mihály pénzügyminiszter úrnál azt, hogy az állatorvosi költségeket, illetve az állatgyógyászati eszközöknek az áfáját csökkentse a kormány. Éppen ezért írásbeli kérdésemben kérdeztem pénzügyminiszter urat, illetve azzal a javaslattal is álltam miniszter úr felé, hogy egy rendkívüli mértékű áfacsökkentéssel támogassa a kormányzat ezeket a civil szervezeteket. Elfogadható lenne, és természetesen rendkívül támogatható lenne, hogyha bizonyos esetekben 5%-ra, vagy ha más esetekben talán a teljes áfa elengedésére vállalna a kormányzat költségvetési feladatot, költségvetési keretet. A továbbiakra nézve azt tudom hangsúlyozni, illetve azt tudom elmondani, hogy írásbeli kérdésemet eljutottam pénzügyminiszter úrnak, akinek 30 napja áll rendelkezésre, hogy ezt a javaslatomat, ezt a felvetésemet megfogadják, vagy megfogadja, megtárgyalja, megvitassa a saját kabinetével, és ezt követően természetesen válaszoljon erre a kezdeményezésre. Én bízom benne, hogy ez nem csak a felelősen gondolkodó állattartók és civil szervezetek számára egy fontos kérdés, hanem minden olyan állatbarát politikus számára is, aki szereti az állatokat, legyen bármilyen pártnak, vagy bármilyen frakciónak a tagja.